Lovagi kör és kardvívás. Két olyan dolog, amely már a történelem órán is érdekes témakörnek bizonyult, és amely több film, rajzfilm és képregény alkotót is megihletett. Vajon Szabolcsnak hívnak, én vagyok az Arsenzis Egyesületnek az elnöke, és a alapító tagjai közé is tartozok, tehát nem is annyira belekerültem, mint sem, hogy létrehoztuk közösen egy baráti körrel. És honnan jött az ötlet? Szerintem volt mindannyiunk mögött egy-egy csalódás más csoportokból, vagy egy keresés valami olyan iránt, ami jobban a mi kultúránkkal foglalkozik, jobban Európával. És én például egy távol-keleti harcművészetekkel foglalkozó csoportban voltam, és jobban foglalkoztott a lovagság, a lovagi etika, a középkori Európa. És amikor elkezdtük, akkor tulajdonképpen nem volt erre konkrét példa, vagy konkrét csoport Magyarországon, aki pontosan úgy csinálta volna, hogy ezt mi elképzeltük, ezért magunknak kellett létrehozni előre. Volt valami feltámogatás, ami ennek a segítségével létre tudtátok hozni az Arsenzist, vagy teljesen önálló korban? Ez nagyon érdekes, mert a világon, mikor mi ezt elkezdtük, létezett már máshol is ez. Tehát külföldön nagyban vívtak már így, ahogy mi vívunk, de mi ezt nem tudtuk akkor. Tehát mi úgy kezdtük ezt el abban a tudatban, hogy vagyunk az elsők és egyetlenek, akik ezt így gondolják, akik ezt nem hagyományőrzésnek, nem fellépésnek, nem elnézés, de hogy mondjam, bazári díszjátéknak gondoljuk, hanem harcművészetnek. Ezért teljesen saját erőből kezdtük el feltámasztani, beszereztünk megfelelő kéziratokat a középkorban, tehát mi értelmeztük, lefordítottuk, saját erőből készítettünk kardokat, most van a Péter csinálta, ugye a Regényei Péter barátom, aki a fő kard készítőnk nekünk, ő csinálta ezt az első prototípusokat hozzá, ő is teljesen önerőből, és később derült ki, hogy van a világon erre kezdeményezés, és sikerült kapcsolatot létesíteni külföldiekkel, akik aztán sikerültek kijavítani a hibáinkat. Majd észrevéve talán a mi jó dolgainkat hívtak minket külföldre. Tehát egy olyan kommunikáció indult meg köztünk és az európai szövetségek között, aminek eredményeképp mind a két csoportot egy kicsikét talán részesülni a másiknak a jó dolgaiból. És milyen fesztiválokon vagy rendezvényeken szerepel az Arsenzis? Hát tulajdonképpen semmilyen nem. Tehát mi nem készülünk ilyenekre, nincs hol és nincs miért fellépnünk, ahol idén voltunk, az a nagy sportág választó, úgy éreztük, hogy ott volt helyünk, hiszen sportágnak és harcművészetnek gondoljuk magunkat, ezért oda kimentünk egy standdal, illetve van egy régi ismerős csapatunk, ahol egy ilyen összharcművészeti gálán néha-néha fellépünk, de körülbelül így ennyi a fő. A legfontosabb rendezvényünk az egy éves edzőtábor. Igyekszünk az ország területéről, tehát az Arsenzis az egész országban több helyen van, és igyekszünk mindenhonnan összehozni a tagjainkat. Hát ilyen 100 fő körüli táborokat szoktunk csinálni, és hát ebben sok külföldi vendégünk van, ebbe szóval jól össze tudjuk kovácsolni a csapatokat egymással. A másik fontos rendezvényünk az a karácsonyi központi edzés, ahol szintén egy ilyen évzáró, közös, vidám edzésre összegyűlünk, és jól érezzük magunkat. Az edzőtábor az mennyi? 6 napos, és hát elég kemény fizikailag. A legfontosabb része szerint, a legfontosabb tudnivalója, hogy nagyon nehéz fizikai kihívás, mert nem is annyira amiatt, hogy nagyon rámennénk az erősítésre, szó sincs róla, mi kardozunk. De kardozunk egész nap, és kardozunk néha éjjel is, és kardozunk 6 napon keresztül. És ez úgy nagyjából azt jelenti, hogy az ember ugye a harmadik napon átesik azon a holdponton, ami után képes megtenni azt, amiről nem gondolt, hogy korábban képes lesz fel. Hallottam itt, hogy van könyvtár, saját könyvtáratok is, arról tudsz mesélni? Hogyne! A könyvtár az nálunk egy szervezet, ami kifejezetten kutatással foglalkozik. Ebben a szervezetben szerencsére benne tudunk olyan embereket, akik nagyon modern és nagyon komoly kutatás elméleti oldalt visznek ebbe bele. Vannak benne doktorok, vannak benne egyszerű emberek, akiknek nincs ilyen végzettségük, de mégis veszik magukat teljes egészében nem mögé a dolog mögé, és mi külföldi és hazai intézményekkel kapcsolatot tartva olyan dolgok után kutatunk és olyan kutatásokat végzünk, amelyre nincs forrásunk közvetlenül. Tehát ha van belőle könyv, akkor olyan fajra belefoglalkozunk, de mivel a legtöbb téma, ami minket érdekel vagy érint, az mi kutatás tárgyát kell, hogy képezze, ezért nekünk kell belefoglalkozni. Tehát beszerzünk anyagokat, lefordítjuk,
utána nézzünk, kapcsolatot tartunk fent külföldiekkel. Van egy csomó nagyon fontos kapcsolatunk, amiken keresztül hát nagyon döbbenetes dolgokra lehet így rájönni. Az adatokat, amiket így megszerzünk, az információt, ezeket mi publikáljuk, ingyen is bérmentve, természetesen, mert ezt mi szoktuk is, és ez a publikálás megelőz egy megfelelő szintű és minőségű minőségbiztosítási ellenőrzési rendszer, tehát mi igyekszünk egy ISBN számmal ellátott és szaklapokban megjeleníthető minőségű cikkeket és kutatási eredményeket prezentálni. Ez a mi könyvtárunk nagyjából. Mesélsz még egy kicsit arról az újságról, amit most bemutattatok? Ó, van egy ilyen kezdeményezésünk, hogy legyen egy havi, két havi újságunk, ami az Egyesület tagjainak szól. Ez szintén elérhető egyébként a honlapunkon, az arsensis.hu-n. És hát most itt az edzésen osztottunk ki néhányat a csapatoknak. Most készült el a második szám, amely színes volt, és szép, és vicces, és nagyon jónak tartom. Ebben vannak benne többek között olyan cikkek, amelyek a mi saját, hát az elmúlt egy év kutatásait prezentáljuk benne, amik között vannak nagyon érdekes dolgok. Vannak az Arsensisnek saját kovácsai? Nincsenek saját kovácsai. Az Arsensisben jár olyan ember több is, aki foglalkozik kardkészítéssel, és ez a mi nagy szerencsénk egyébként. Van közöttük olyan, aki hát gyakorlatilag világszintű, bárhol prezentálható minőséget készít, olyannyira, hogy külföldön, Dijonban, a Dijoni nagy találkozón, vagy Bécsben a nagyobb világ találkozón tőle rendelnek, és jelen pillanatban is foglalkoznak ezekkel. Tehát ő egy ismert valaki ebben a ponton. Jó, Péter. Igen.